Szeretetek, köszöntöm a favorit nézőét ez a BOM Alapítvány és a Manager Szövetség közös podcast sorozata, amiben minden alkalommal egy sportolóval és egy üzletemberrel beszélgetek. A mostani podcastban a vendégeim Kis Péter Pál, paralimpiai bajnok és világbajnok kajakos, és Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. Ügyvezetői igazgatója. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük szépen a meghívást. Eddig mindig sikerült két ember között találni valami közös nevezőt, bármennyire különbözőek is az életutak. És nálatok azt vettem észre, hogy ez a sorsszerűség. Hogy nem várt események, találkozások, dolgok, hogy milyen szinten tudják befolyásolni a, az ember életét, olykor drámai vagy tragikus módon, bár aztán kérdés, hogy az ember ezt sokkal később hogy éli meg. És itt Péter nyilvánvalóan arról, beszélek, hogy te nyolc és korodban lettél beteg. Röviden, mi történt veled? Hát az én betegségemnek a neve guillain szindróma, ez annyit takar, hogy volt 8 éves koromban egy megfázás, ilyen 41 2 fokos lázam volt nagyon nagy, és ez ráment a gerincelőmre, és ennek következtében bénultam le. Ilyen egy hétig voltam otthon, egyszerű megfázással, utána kerültem be a Pécsi Gyermekklinikára, a neurológiai szakosztályra, és ott körülbelül egy-másfél hónapig tartott, mire kiderítették, hogy ez egy autoimmun betegség, nagyon ritka volt, és hát sajnos kicsit későn vették észre, és ennek következtében már nem tudták megfelelően kezelni. Kaptam egy vértisztítást, egy plazmaferezést, és az állította be ezt a dolgot, tehát hogy nem rosszabbodott az állapotom, hanem így maradt, ami, ami történt velem, tehát ez a bénulás. Na most nyilvánvalóan a akkor ez természetesen mindenki tragédiaként éli meg, és akkor most mi lesz, és hogy lesz, és stb. stb. És egy hát nyilvánvalóan ezt az egész életed, életedben viszed magaddal, hogy kerekesszékben kell, hogy éld az életedet. Ugyanakkor meg nem tudom, hogy hogy látod, hogy, hogy, viszont mennyi minden történt veled azáltal, hogy, hogy igen, padlóra kerültél, de fölálltál hogy éled meg most ezt az egész történetet. Igen, hát azt lehet mondani, hogy tényleg nagyon mélyről indultam ezzel a betegséggel, és, és nagyon nagy depresszióval küzdöttem emiatt. Én nagyon mozgékony gyerek voltam, és így ezt vették el tőlem pont. De hát egy utólag visszagondolva, hogy tényleg amennyit elvett az élet, úgymond azért azért kaptam is vissza bűven legalább annyit, ha nem többet. Tehát, hogy ki tudtam hozni szerintem belül azt a jót, ami, ami benne volt. Ha nem kerülsz Budapestre, iskolába, stb. stb., stb. akkor nem lettél -e volna kajakos? Fú, abszolút, biztos nem. Hát nem mondom, hogy közelünkben nincs nagyon víz, mert ott a dráva, de hát, hát, azért annyira nem volt úgy, főleg baranyába szerintem menő a, a kajakkenú, illetve főleg így mozgássérülként szerintem a sport lehetőség is nagyon minimális vidéken, illetve maga a közlekedés. De mondjuk a hogy nem, vagy, nem leszel mozgássérült. Hát akkor, ak akkor is a kajakozás szerintem távol állt volna tőlem így. Uh -huh. Úgyhogy mindenféleképpen önnek köszöntem, hogy uh -huh. a hajakkalon kötöttem ki. Péternek meg az a története, hogy ugye svájci egyetemista voltál, Igen. és együtt teniszeztél, és srácsal, aki aztán kiderült, hogy az életedet megváltoztatta. Ez Ilyen így van. Testorid. Uh, hát igazából én Svájcba teniszezni mentem. Én teniszező voltam, válogatott teniszező, és egy barátom uh, kihívott, hogy teniszleszkéket adjak és megtetszett az ország, meg ott a lehetőségek, és jelentkeztem a Svájci Nagykövetségen egy ösztöndéra, amit sikerült is megnyerni, és akkor így lettem ott egyetemista, de az egyetem közben, uh -huh. vagy mellett azért a teniszt is folytattam, és akkor valóban egy úri emberrel találkoztam, aki ilyen 15 éves volt akkor is, és ő profi teniszhez akart volna lenni. Nem lett belőle egyébként, de megkérdezte tőlem, hogy mit akarok csinálni az egyetem után, mondtam neki, hogy vannak, egy, vannak lehetőségek, egy pár ilyen munka ajánlatot kaptam, és kérdezte, hogy a Nestlé, és mondtam, hogy hát abban még nem gondolkoztam, de természetesen tudom, hogy mi a Nestlé, és akkor kivitt a terasznak, a teniszpálya teraszának a szövére, lemutatott a Genfitóra, hogy az ott a Nestlének a nemzetközi központja, és az édesapja volt a svájci Nestlének a HR igazgatója, és mondta, hogy elvisz a nemzetközi központba, hogy hát ha érdekeli őket az én pályafutásom vagy a tanulmányaim, és hát igen, ahogy ezt szokták mondani, rest is history, szóval akkor <hül> ott volt egy pár interjúm, és akkor persze ezt én még nem tudtam, ez 1990-ben volt, ahogy a Nestlé akkor már gondolkodott nagyban, hogy Magyarországra jöjjön, és ezért vettek föl igazából, hogy egy ilyen gyakornoki képzés után, amit Svájcban meg Angliában csináltam, hogy hazaküldjenek Magyarországra, hogy az itteni nestlé -t elindítsam. Te soha nem is dolgoztál máshol. Nem, csak a ez az első munkahelyem 33 De. év óta. És ugye az is sorszerűség, hogy, hogy annak idején, hát nem feltétlenül a francia nyelv volt az első, amit a gyerekek választottak a suliba, hanem inkább angol vagy német. De tehát beszéltél franciául, tehát nyilván ez is hát kellett hát ez a sztorihoz, nem? Igen, az apukám, ő cserégyerek volt a második világháború után Belgiumban, Belgiumnak a francia nyelvterületén, és én mindig nagyon élveztem, amikor ő franciául beszélt, sokszor hívták tolmásnak is, és ezért választottam igazából a francia nyelvet, uh -huh. már általános iskola végén, illetve aztán a gimnáziumban, meg az egyetemen is. Uh -huh. Neked akkor már nyilván könnyebb volt, mert akkor már nagyobb, tehát gyakorlatilag felnőtt voltál, amikor kimentél ugye Svájcba, de te kisgyerek voltál, Péter, Péter, kisgyerek voltál, amikor gyakorlatilag el kellett otthonról jönni. Fölkerültél Budapestre a mozgási iskolába, aztán ide jártál Gimibe is, stb. Tehát nagyon hamar felnőttét, tehát nem csak a sorsod, hanem az is, hogy nagyon hamar ki kellett kerüljél a családi közösségből, ami valószínűleg még egy, egy trauma egy gyereknek, nem? Ez hogy, hogy élted meg? Hogy tudtad ezt kezelni? Kik segítettek ebben? Igen, hát abszolút ez egy nagyon nagy trauma volt számomra, én 11 éves lehettem szerintem, amikor így bekerültem már itt az iskolai rendszerbe itt Fempesten, és akkor így heti szinten jártam haza, de hát emlékszek, mikor vasárnap vissza kellett jönni, hogy a betegszállító szolgálat vit hát az is brutális volt, mert ő, szerintem olyan 6-7 órát biztos utaztam, mert ilyenkor ilyen 8 embert vagy felnőttet, de inkább az gyerekeket így szállítottunk, és akkor mindenkit összeszedtünk az országba, és együtt fölpestre. Volt, hogy Balaton megkerültük, vagy elmentünk Paksa teljesen más királyba, úgyhogy nagyon hosszú utak voltak. És hát téged raktak ki utoljára, és téged fel először, Pontosan, nem? pontosan. <laughs> hát, hogy én voltam az utolsó, szerettem. <laughs> tehát, ilyen volt, hogy este pénteken 9-10 körül értem haza, vasárnap meg már jöttek ugyanígy délelőtt 9-10 körül, hogy már felérjek Pestre, <laughs> hétfői iskola kezdés, úgyhogy nem voltam sokat otthon, tehát hogy talán a szombati nap volt az egyetlen egy hét, amikor otthon láttam a családdal, Hát ez a, sajnos ö, emiatt nyilván egy kicsit azért meggyengült azért a viszony így, így egy idő után. Ö, hát úgy, hogy, ö, ott a mozgásavítóba számítottam inkább a gyerekekre. Őtől kaptam meg azt a lelki támogatást utána, uh -huh. amivel így tudtam vészelni ezt az időszakot. Mm, illetve az, hogy tényleg így a szülői támogatás az annyira nem volt meg. Té tényleg az, hogy korán felnőttem ebbe, hogy tudtam, hogy majd valahogy pénzt mm -hmm. kell keresni, különben ne nehéz lesz. És hogy jött a sport az életedben? Ö, nekem rehabilitációs jelleggel ö, kerültem be így a sportba, az úszást ajánlották nyilván, nekem azért nagyon rossza, rossz, sokkal rosszabb volt az állapotom, és akkor azt mondták, hogy a kezem is visszanyerje a megfelelő erőt. Ő Három évig úsztam, és két év után kezdtem el kajakozni, és akkor egy darabig. Úszásból is jártam ő országos bajnokságra, hódmezővásárhelyre, ott 100 méter mellem voltam a legjobb, országos bajnok voltam korosztályosban, uh -huh. és akkor kezdtem így izlegetni a versenysportot is, már így két év után, hogy, hogy én ezt csinálnám, ezt szívesen, mert bírom, szeretem, érdekel ez a sportvilága. Ö, és akkor utána jött a kajakozás. 2018-ban már, már profi szinten készültem, már járhattam edzőtáborokba, nagyon megelőlegezték, mert azért, Öf, előttem, hogy így nem volt eredmény, nyilván az is sokkal kevesebb volt így a para-kajak sportba, úgyhogy nagyon sok mindent megkaptam, amit mondjuk felnőttek nem, akiknek már esetleg volt is valami eredmény, vagy nemzetközi versenyre készült, úgyhogy ilyen szempontból nagyon szerencsés voltam, meg hálás vagyok, hogy úgymond jó, jóval előre beinfektettek, De hál is ennek ez így megtörtént, 18 és ott nagyon sokat mm. tudtam fejlődni. Meg a végül is a sport az egzisztenciád lett, az életed lett, nem? Abszolút, abszolút. Mm. Csak hogy a sorszerűség, ha már itt tartunk. Ugye okay. minden ilyen podcastban egy egy sporttémájú filmet veszünk gorcsú alá, és nem elsősorban a filmet elemezzük, hanem inkább a film apropója alapján, egy-egy idézet alapján beszélgetünk. És megmondom őszintén, hogy amit Péter választott, a Remény bajnoka, én nem is hallottam erről a filmről. Neked ez hogy, hogy jött, honnan jött? Ezért Russell Crowe film, tehát meg, meg a René Zellweger, tehát a két abszolút nagy sztár, de én nekem ez valahogy kimaradt. De ez Mi, honnan, és mit igen. szeretsz benne? Fú, én nagyon szeretem a színészt is, a mm. Szerintem ez egy nagyon jó alakítása, meg nagyon jó dinamikája a feleséggel, ugye, mm -hmm. a filmben. Hát nem tudom, nagyon hasonlít szerintem a mi családösszetételünkre, ahonnan én jöttem, és hogy elég szegény családból jöttem. Mm -hmm. Nagyon nehéz sorsunk volt, de hogy valahogy mindig így ki tudtunk lábalni ebből, mint sose adtuk fel, és vártuk a szebb napokat, és hát végül is jöttek, úgyhogy... Nekem hmm. így ez, ez a mondani valója. Hmm. Ugye ez valamikor a 930-as évek tájékán játszódik, plusz mi, és ez egy, ez egy létező embernek a történetét meséli el, akit a Jim Braddocknak hívtak, és eh, ugye profi eh, boxoló volt, és a pályafutásában volt elég sok hullámzás, és tulajdonképpen a film arról is szól, hogy hogy milyen az, amikor az embernek az élet másodszor is ad egy esélyt. A másik esélyt mindig nehezebben adja, mint az elsőt, de tulajdonképpen ez a, ez a filmnek a, a lényege. E, hallgassunk meg az első pici részletet, ugye itt a nagy gazdasági világválság idején vagyunk, és ez megnehezíti ugye ennek a e, James Braddocknak a profi karrierjét és hiszen musza, muszáj mellette dolgoznia is, és muszáj olyan meccseket is elvállalnia, amiket, e, amik esetleg huszadrangúak, és muszáj akár törött kézzel is elvállalni. Meccset, csak azért, hogy a családját és a két gyerekét el tudja tartani. 50 centért bárki bejöhet. Nézi, hogy véresre vernek és ledisznóz. És tőle kénytelen vagyok lenyelni, mert ő fizetett. Öh. már értem. Nocsak, nocsak, nocsak. Bocsásson meg, kedves. Hadd szabadjon ha másképp kifejeznem magam. Öh. Mr. Abraham Feldman. Még újonc boxoló, akinek finoman kell szétrúgnod a seggét, úgy, hogy a végén a két vállak közé csúszom fel. Persze csak ha az érzékeny lelked nem sérülettől. Isten tudja. Hé, te. Amint látom, pár hete eltört a kezed. Tudom. Igen? És mégis mikor akartad elmondani? Már minden rendben. Semmi sincs rendben. Nagyon tévedsz. A felébe nem is, is nem mondod mind. el? vagy. Mégis adus adus hogy képzeled? Sádba. Tartozom mindenkinek, Joy. Nem kapok melót. Nincs egy vasunk sem. Egye duplán beragasztom. Kösz. Jó, hát ugye ez a sztori a gazdasági világválság idején játszódik, és azért nyilván más világ volt akkoriban az amerikai Egyesült Államokban. De azért a sportban, főleg a versenysportban, azért mindig van egy ilyen kényszerpálya, ugye, hogyha valaki bevállalja, akkor menni kell, és edzeni kell, és akkor is versenyezni kell, amikor nincs kedvünk, meg nincs olyan idő. És igen, van barátság meccs előtt, meg meccs után, de közben nincs. És mondjuk a kajakenuban nem szenved az ember fizikai sérüléseket, meg a teniszben sem. De akkor is kell lennie valamilyen fajta jó értelemben vett gyilkos ösztönnek, ami a győzelemhez kell. Mit, mit gondoltok ti erről, Péter? Hát abszolút, ö, illetve nekem így a paralimpia előtt pont volt egy ilyen esetem, úgymond, ö, volt egy edzés, ami lesérültem, megfájdult nagyon a könyököm, illetve itt a tricepsem, három héttel paralimpia előtt, nem tudtam olyan edzeni, mm. és paralimpián is úgy kellett mennem, hogy ez fájt. Nem ideális. Így van, így van, de hát ugye, mint ahogy neki is törött kézzel, nekem is így fájó könyékkel, de hát végig kellett nyomni, is, hát ezért dolgoztam legalább mm -hmm. négy évig, hogy nem szabad most És így. mivel motiváltad magad? Hát a belefektetett munka nyilván, hogy, hogy most nem adhatom fel ezt a négy év munkáját, mert azért fájt máskor is ebbe a négy évbe, hogy most azt a 45-50 másodpercet kibírom fájós kézzel, tehát azért ez sok mindent felülír szerintem a versenysportban. Hát, nyilván ez is, de hát azért ugye beszéltünk róla, ez az egzisztencia. És nagyon nem mindegy, hogy a négy évente megrendezendő olimpián valaki sérülés miatt visszalép, vagy elér egy olyan eredményt, amiből el tudja tartani a, a családját, vagy olimpiai járulékot fog tudni kapni, stb. Tehát nyilván neked is figyelembe kell venni, azt ezt is nem? Tehát nem lehetne úgy csinálni, mint hogy ez hát nem. Abszolút, azért, azért ez egy jelenlévő dolog, tehát tudni kell, hogy azért az olimpia az egy olyan szint, ami, ami, ami már pénzzel jár, tehát szerintem senki nem hagyná ki szívesen bármilyen sérülésért is. Tehát, hogyha van esélye ott indulni, főleg döntőzni, akkor azért azt már összeszorított fogakkal is, de szerintem lenyomja. A tenisz is olyan kis békés pornak tűnik, de az utóbbi időben elég sok olyan teniszezőt hallottunk, vagy jó néhányat, akinél az, az előjött az, hogy, hogy teljesen megcsömörlött, és mentálisan összeomlott, és inkább ö, visszalépett versenyektől. Hogy látod? már olyan nagy a daráló, már olyan nagy a kényszerítő erő a televíziótól, a biznisztől, a mindentől, hogy, hogy muszáj csinálni, nem lehet csak kényelmesen teniszezgetni. Igen, azért érdekes, amit mondasz, mert hát ugye azért én 40 évvel ezelőtt időkben voltam olyan szinten, hogy, hogy ezt igazából olyan módon belelássak. Azért ez a kiégés, mert ugye erről uh -huh, beszélsz, uh -huh. szerintem ez egy kicsit ilyen népbetegségé is vált. Én, én ezt arra vezetem vissza, hogy a, a változásnak a sebessége az elmúlt három-négy évtizedben az olyan szinten gyorsult fel, hogy ezt nehéz kezelni, és minden sport. De ez mentel. milyen fajta változás? Bármilyen. Tehát az egész világ, az, hogy, hogy, hogy milyen Hogy túl gyorsan szintű... változik a világ? Igen, mm. igen, igen. Hogy milyen szintű impulzusok érnek. Ugye nem tudsz egyszerűen ellenni magadban, mindenkinek ott van az okostelefon, folyamatosan kapja a híreket, az igazit is, meg a fake news is. Meg folyamatosan... a kommenteket? Igen, igen, igen. Meg, meg a kommenteket. Ugye közösségi média, egyéb hírek, tehát iszonyatos túlterhelése az agynak szerintem és ez is hozzásegít, vagy, vagy ez is okozza ezt a kiégést, és ezt nagyon nehéz kiköszöbölni, Ugye a mi időszakunkban ott például az, hogy sportpszichológus vagy pszichiáter ilyen nem is létezett, de most az utóbbi időben ugye magyar kiváló sportolóknál is sok, sokuktól halljuk, hogy pszichológusokkal dolgoznak folyamatosan, sőt, hát ugye van olyan is, aki az akar, akar lenni majd, ha nagy lesz hogy szél le egy Szóval szerintem ez a mentális rész az, ami sokat változott. Régen is volt, ugye említetted a gyilkos ösztönt. Teniszben ez nagyon fontos, tehát ez a gyilkos ösztön, hogy amikor tényleg abban a pozícióban vagy szituációban vagy, hogy az utolsó pont a, a mérkőzésen, és mondjuk 6-0-5-0-40 sem örül, és még lehet nyerni a teniszben, tehát azt be kell ütni, azt meg kell csinálni. Az kell egy gyilkos ösztön is, meg egy nagyon egészséges önbizalom. Uh -huh. A kajakban ez hogy van? Hiszen ott nem is nagyon látjátok egymás szemét. a teniszben látod a másik szemén, vagy a legtöbb sportban, hogy legyőzted, hogy még ő még, még, még reménykedik, még küzd a kajakban meg, pont főleg a rövidebb távokon, ugye nem, nem szabad se nézni, tehát ott nem, nem tudod. Tehát az, Igen. hogy van ez a... Hát ez a ott fajta rivalizálás. Igen, ott szerintem a, a, a víz mellett, tehát a parton, parton történik ez meg, hogyha ott tudsz egy olyan aurát sugározni, hogy hogy te tudod, hogy sokkal jobb vagy, és, és te megvered őt, ott tudsz egy ilyen vérszomjas aurát teremteni, amit a vízen is érezhet esetleg, meg hát oké, nem nézel ki oldalra, de mondjuk, hogyha ő kinéz, mert, mert fél, és látja az arcodon, hogy te mész előre, mint egy mint egy állat, akkor, akkor attól is így meg tud, szerintem teljesen. Tehát Még. magyarán szóval, ha jól értem, a mentális értelemben egy kajak verseny már megkezdődik a parton, abszolút, már, ott, a, abszolút, már tudatosan, hogy milyen -e ki, mi a kis a már őt. Aha. Abszolút, persze. Hát már nézzük ki, mikor száll vízre, hogy ő 10 perccel előbb, neki ő csak 10 perce később. Parton, hogy melegít, hogy melegít be, persze. Ezt kéne a tévének közvetíteni, ezt is. Amúgy izgalmas, Egyébként, igen, igen. Igen. És te jó vagy? Hát ilyenkor én elvonok külön, tehát én hogy elég aranyos vagyok, meg emberközpont, én nagyon szeretek mindenkivel beszélgetni, de, de ilyenkor verseny előtt akkor szeretek zenét hallgatni, magamra fókuszálni, összerakni a pályát, és akkor teljesen más, más szellemiséget veszek föl, de szerintem ez kell, és ezt látják is. Az üzleti világban ez hogy van? A konkurenciával. Hát sokféle értelmezés van. Ezt érdekes, mert engem szoktak ezzel még egy kicsit provokálni is. én, én Alapvetően én szeretem az embereket. Tehát én nem tudok olyat elképzelni, hogy ezt a mondjuk így ellenségeskedést, mert ugye ezért a sportban ott le kell győzni a másikat. Hát az üzletben? Az üzletben, is. az üzletben igen, de azért üzletben ott úgy van, hogy te lehetsz jobb, meg nagyobb, de azért a másik is ott van. Tehát ezért a monopóliumot még tiltják is. Uh -huh. Hogyha uh -huh. te megnyersz minden versenyt, mondjuk 24 grenzlemet vagy 26. Attól, azt, e, nem azt még azt nem tiltják. azt egyáltalán <laughs> nem tiltják. E, úgyhogy van olyan is, ugye, boxolókról beszélünk most, akit sose vertek meg, és azt sem fogják eltiltani azért, mert sose verték meg. E, azért az üzleti életben ott nagyon sokat. E, sok múlik azon is, hogy egymás mellette hogy tudsz el, e, megélni, hogy a szállítóidat ne véreztesed ki teljesen, hogy egy olyan e, kölcsönös e, haszon legyen belőle. Tehát ezek a win-win szituációk azért az üzleti életben léteznek. Nem jó, hogyha a második vagy, de nem úgy van, mint a sportban, ugye, hogy a másodikra szokták mondani, Igen. a nike volt egy ilyen reklám, hogy a másodikra soha nem emlékszik senki. Igen, de ugyanakkor az üzleti világban is van kiégés. Hogyne. És az üzleti világban is van az, amire mondják a sportban, hogy, hogy nem egészséges a versenysport. Igen fizikailag, meg mentálisan. Hát sokszor az az üzleti mentalitása, amikor 12-14 órá dolgozik, hát az se si egészséges. Nem, egyáltalán nem. Hát ez, ez, egyébként egy óriási probléma, hogy a sebesség miatt tényleg nagyon sok ki kiégés van. Hát most nem mondom az nem volt olyan sosem, hogy emiatt mondjuk ki kellett hagynom hosszabb időt, de olyan, hogy egy-egy napra az ember teljesen kikészül, az, az simán belefér. De most ráadásul ugye evel az a probléma, hogy az ember nem csak saját magában kell, hogy gondolkozzon, hanem a családjában is. És ugye ebben a filmben a következő jelenete az, amikor ennek a boxolónak, ennek a Jim Braddocknak a felesége elmegy a menedzserhez, É, hogy beszéljen vele, mert hogy megint bele akarja rángatni egy meccsbe. É, azért mondom hogy egy picit a jelenetet, mert nem feltétlenül hangból érthető, tehát ő elmegy az ő lakásukra, ahol ott van a menedzser és a felesége, és akkor bemegy a lakásba, azt látja, hogy az egész lakás ki van pakolva, eladták az összes bútort. Hallgassuk be meg ezt a pici részletet. Ne haragudj az előbbiért. Az ember próbálja palástól, hogy lecsúszott. Nem tudtam. Meg voltam róla győződve. Mm, hogy... Hát igen, épp ez az mindig résen kell lenni. Igen. Szóval... Az utolsó darabokat két napja adtuk el, hogy Jimmy tudjon edzeni. Miért? Miért? Nézd, az embernek néha van egy megérzése mély. Látsz valamit egy öklözőben. Már azt se tudod, igaz-e, olyan szántan keresed. Remény nélkül nincs élet. De hát ez őrültség, hisz azt se tudod, sikerül-e meccset szerezned. Azzal nem lesz gond. Hidd el, ha addig élek is, ezt megszervezem. Hozd be nekünk egy kis kekszet, kérlek. Jól áll neki a nadrág. <laughs> Te vissza tudod fogni Jimet, ha egyszer a fejébe vesz valamit? Bár úgy lenne. Sosem tudom, kinek nehezebb nekik vagy nekünk. Ki kell várnunk, hogy ők hozzanak rendbe mindent. De közben ők úgy érzik, csalódást okoznak. Pedig igazából csak a világ hagyott cserben minket. Ugye itt a menedzser felesége kiküldte a menedzser kekszér, hogy a két nő egymás között megbeszélhesse, hogy hogy vannak a dolgok a pasikkal, akik ugye meg akarják valósítani a, az álmaikat. Ez egy nagyon érdekes szituáció, ugye? Tehát ez, ez a menedzser ez eladta a bútorait azért, hogy meccset tudjon szervezni ennek a, a, a boxolónak. És azt mondja, hogy az embernek néha van egy megérzése de ezt, A ti életetekben volt ilyen, valamilyen fajta megérzés? Péter, tehát hamarabb kezdték bólogatni. Igen, igen. Szerintem nagyon sok ilyen megérzés volt az életemben. Ugye beszéltünk arról, hogy milyen okok miatt, sorszerű dolgok miatt változnak az embernek az életében fontos dolgok. Én azt gondolom, hogy minden dolog, ami lezárul, az egyben megnyit egy új lehetőséget is, viszont... Ez nem csak szerencse kérdése. Tehát én mindig szoktam mondani, hogy nagyon szerencsés ember vagyok mindenben, ami az életemben történt, de azért ezt a szerencsét irányítani is lehet. És amikor jön a lehetőség, akkor azt meg kell fogni. Hogy lehet irányítani a szerencsét? Úgy, hogy rá kell mozdulni a lehetőségekre. Tehát ez az a megérzés, amikor tudni kell, hogy mi az, amit akkor be kell vállalni, és mi az, amit esetleg nem érdemes bevállalni. És itt most mindenféle rizikókról is lehet beszélni, és hát ugye, ami itt elhangzik, Azért ennek van egy fontos mondani valója szerintem, hogy a csapat. Ugye itt a csapat az az edző meg a feleség, mind a két oldalról adott esetben, és nekem is így volt, hogy ugye a család ott volt a mögött, hogy én ezt meg tudjam csinálni, tehát a feleségem hajlandó volt három kontinensen, hat országban, és tizenkét különböző pozícióban követni engem, mm. meg a fiaim is, de ugyanígy a cégnél is, ugye lassan eljut az ember egy olyan szintre, amikor már a őt körülvevő emberek sokkal többet tudnak a technikai részletekről, és ez a sportban is szerintem így van, hogy az edző, a fel, különböző felkészítő csapattagok, illetve akár még a csapatvezetés is azoknak is egy nagyon fontos szerepe van ebben, és azoknak kell segíteni ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket felismerjük. Viszont akkor te tartozol azzal, hogy felelősséget vállalsz, értük? Hogy nem hiába dolgoznak, nem? Nem hiába adják el a bútoraikat, nem hiába teszik bele a munkát, nem? Én te neked mekkora, úgymond, ilyen csapatod van, szűkebb, tágabb? Nem csak sportszakmai értelemben, hanem, hanem magánéleti szempontból is. Tehát hány, hány ember tesz azért, hogy te sikeres legyél, és emiatt hány embernek tartozol te felelősséggel, hogy az ő hitük az nem hiába való benned? Hát az az igazság, hogy szerintem nagyon sok, megszámolni nem tudnám. Sok, sokan vannak olyanok, akikre én nem is gondolok, de, de biztos, hogy ott vannak. Hát azért a közösségi oldalaimban azért látom nagyon, hogy ő követnek és tényleg mindenki gratulál, szurkol. Érdekes, hogy, hogy, a fiatalember, hogy te már ennyire kinyitod ezt a kört, hogy már a közösségi oldal, tehát már a rajongók, a követők is? Hát igen, ugye ott is, akik ugye alapvetően közeli ismerősök, de mondjuk ott nagyon-nagyon támogatnak, de nyilván, hogyha visszamegyek a faluba, mondjuk ugye a szülő, szülőfalumba 350 fős lakos, azért ott ismer mindenki mindenkit, és ott is, hogyha meglátnak az utca egyből tudják nyilván, hogy ki vagyok, és nagyon szurkolnak, és mindig kérdezik, hogy hogy megy az edzés, mikor lesz verseny. De nekem úgymond van egy ennyire tág közösségem is, hogy egy egész falu szurkol nekem nagyon közvetlenül, nyilván ott a, ott a családom egyértelműen, akik mondhatták volna azt, hogy fiam, ne tanul tovább, mert visszatérve ezekre a megérzésekre, emlékszek azért parasportolóként azért azt, azt meg kell mondani, hogy azért nagyon nehéz ebből megélni, még hogyha van valamilyen eredménye is. Tehát, hogyha nem vagy a legjobb, azért parasportolóként nehéz megélni ebből. És a, emlékszik, az osztályfőnököm is mondta, hogy inkább tanulj, figyelj a tanulásra, mert, mert ebből nem, nem, nem fogsz tudni megélni. De, de, nekem volt egy olyan megérzésem, hogy, hogy én ebből tudok nagyon jó lenni, és, és én valahogy kikaparom a kis gesztenyémet magamnak ebből. Illetve ott is volt egy megjegyzés, hogy most folytassam tovább az úszás, vagy csináljam a kajakozás, Hogy én örülök, hogy váltottam, mert, mert nekem az úszás annyira monoton volt, még a kajakhoz képest is, hogy azért a kajaknál kim vagyunk a természetbe, állatok vannak, több-több helyen tusz több-több vizen, hogy, hogy az úszásból kiégtem volna. Tehát uh -huh. azt lehet, előbb abba hagyom, mielőtt jött volna a nagy uh -huh. siker. Úgyhogy. Tehát ezek a megérzések, ezek kellene. De hogy ez milyen szép példa, hogy az ember hogy adja vissza a beléfektetett hitet a közösségének? Mert gondolom, amikor ott a betegséged volt, akkor eleinte sajnálkozás volt. Hogy hát hallottátok, mi történt a kis Petivel, és jaj, szegény, és most mi lesz vele, stb. Igen. igen, és most meg büszke rád az egész falu. Így van, így van, így van. Most már nem, nem sajnálkoznak, hanem tényleg, hogy mindig hívják kaput, hogy hallottátok, hogy néha jobban tudják, hogy mindent a szüleim, hogy éppen mi történik velem. Úgyhogy tényleg, tényleg ez egy nagyon jó érzés. Ezt a fajta erőt, amit lehet adni, kapni kölcsönösen, ezt egy cégnél hogy lehet jól használni? Mert nyilván ott is kell egy ilyen kohézió. Nyilván hídni kell egymásban, bízni kell egymásban ahhoz, hogy, hogy csapatként működjön egy csomó ember. Azért érdekes, hogy ezt a szót használt, hogy bízni kell. Nekem van egy ilyen hitvallásom, hogy a sikert azt úgy lehet elérni, hogy öt különböző dologra kell fókuszálni. Ez az öt különböző dolog azért van, mert a sok kutatás alapján egy normál ember az öt dologra tud emlékezni nagyjából. Ez, ez ezért van, vagy ez az úgynevezett smart cél meghatározás? Hát, én igazából az emberi pszichológiára uh -huh. teszem a nagyobb uh -huh. hangsúlyt, mert uh -huh. ezek a menedzser dolgok, ezek. Hát van de egy ezek csomó technika. ezek technikák Igen, de ezek nem igen, emberi. igen. És nekem van egy ilyen betű szó, a siker, uh -huh. ami, amit öt dologra építek. Az első az a tisztelet, és uh -huh. a második az a bizalom. Uh -huh. A harmadik az az értékteremtés, a negyedik az a növekedés, és az ötödik az pedig a profitabilitás. Uh -huh. És hogyha ezeket összerakod, akkor kijön belőle a siker. És ugye azért fontos ez a bizalom, mert anélkül, tehát neked meg kell bízni a többiekben, mert nem tudsz mindent te magad megcsinálni. Nekünk itt Magyarországon 3000 kollégánk van, hogyha egyik is hiányzik, akkor ott valami fog hiányozni, viszont ezt senki nem tudja megcsinálni helyette húzamosabb ideig. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy ez a bizalom meglegyen, és hogy mindenki elismerje azt, amit a másik csinál. Tehát ez mindenképpen egymásra van építve. És azt gondolom, hogy ha, ha nincs meg ez a tényleg hegemónia, vagy ugye, bocsánat, ez a nem a hegemónia, hanem a, ez az összefüggés az egész között, akkor ez nem fog működni. A, ugye nagyon érdekes az, hogy. Ugye a biztonság az egy ilyen nagyon fontos, alapvető érték. Talán ez, ez a legnagyobb szükséglet, ugye az evés hívás levegővétel, hogy az ember biztonságban érezze magát. De amikor nagyon kiszolgáltatott. Kiszolgáltatott voltál te, már nagyon kisgyerekkorodban, Péter, te is, nem tudom, hogy Svájcban mennyire voltál kiszolgáltatott, és akkor hogy néztek egy magyar gyerekre, de valószínűleg handicapes volt. Szóval ezt a fajta kiszolgáltatottságot hogy lehet kezelni Főleg egy, egy, egy gyereknek. Mert ugye mindenki a biztonságot szeretné optimalizálni. Csak nem mindig megy, mert ugye függünk a környezetünktől. Tehát a dolgok nem mindig rajtunk múlnak. Hát igen, Pff, ez egy nagyon jó kérdés, szerintem csak átvészelni lehet, mert pont ezért kellene az emberek, akik mögöttünk vannak, hogy, hogy ezen, ezen ők tudnak átsegíteni, hogy átvészeled ezt a, ezt a kiszolgáltatottságot. Hát hogy csak de... eleinte nem volt még csapatod? Hát meg kell teremteni a magam köré, nyilván, tehát ő, ahhoz nekem is bele kell rakni, ugye, ahogy mondtad, hogy kapni is tudjak, tehát ő, a sarkadat sarkad. ki kell, kell érdemelni, érdemelni? Hogy lássák rajtad, hogy ebbe a fiúba érdemes munkát tenni, hitet tenni? Igen, és nem csak sikeresség szempontjából, tehát a barátkozás szempontjából is, hogyha belegondolunk, hogy, hogy abba bele kell tenned, neked is, hogy te neked is akarnod hogy hmm. barátkozzon veled meg, hmm. tehát hogyha mész az utcán is, ugye van ez a ez a kiszolgáltatottság, de hogyha te is nyitott vagy, vagy barátságos, sokkal jobban állnak uh -huh. hozzád, és egyből komfortosabb uh -huh. az egész, és nekik is sokkal uh -huh. egyszerűbb nyitni felén. Uh -huh. Tehát, hogy ez oda-vissza uh -huh. működik. Szerinted az a svájci fiú, annak ide engemben, az miért gondolta, hogy te jó leszel oda? Én azt gondolom, hogy az értékrendet kell mindig képviselni, és a mögé aztán, tehát ezt lehet ilyen védőbástyaként is kifejleszteni. Én azt gondolom, hogy a, amit te is mondtál, Péter, hogy a, amikor ki kell érdemelni, de ezt úgy is ki lehet érdemelni, hogy amilyen vagy. Tehát, hogyha te nyitott vagy, hogyha te segítőkész vagy, hogyha látják rajtad, hogyha ők kérnek valamit, akkor azt megteszed, ha valamit ígérsz, akkor azt időben leszállítod, hogyha ha hozzáteszed azt a kis pluszt, amit esetleg mások nem tesznek meg. De ezek olyan kis dolgok is lehetnek, hogy nekem sokszor szokták mondani, hogy uh, milyen jó az, hogy amikor bemegyek a céghez, akkor mindenkivel van egy szavam, és mindenkire mosolygok. Mert ezt nagyon sokan nem teszik meg, ami nekem mondjuk egy teljesen mm. automatikus, normális dolog, mert nekem is jól esik ez a reciprocitás. Hogyha valami mm. és nekem kerül jól sem esik. Semmibe, Igen. abszolút nem kerül semmibe. Meg a, a másik pedig az, hogy uh, uh, nyitottnak kell lenni, érdeklődni kell, meg kell hallgatni a másikat. Uh, tehát nem csak az van, hogy az én problémám, és akkor elkezdek panaszkodni róla, hanem tényleg ez egy ilyen interaktív dolog, és hogyha az ember megnyílik, akkor szerintem sokkal könnyebben elfogadják. Te kaptál ilyet? Gondolom, amikor elkezdtek veled az egészségügyben foglalkozni, meg felkerült egy a Vitóban, akkor találkoztál olyan emberekkel, akik már ismerték ezt a helyzetet, akik tudták, hogy te kisgyerekként mind mész át. Kaptál sok segítséget? Persze, hát ugye szakemberek is nyilván ott voltak, szomatopedagógusok, gyógytornászok, akik ugye egyből tudták, hogy kell kezelni. Tehát ugye nekem saját magamnak ugye kellemetlen volt, hogy nem tudtam úgy használni a testemet, nem hogy mások előtt, vagy másoknak, <hül> hanem saját magamnak ugye ez a bizonyítási vágya legelején, úgyhogy nyilván ők ebben nagyon tudtak segíteni, profin, hogy hát ezen át kell esni. Tehát ezzel nincs semmi baj, vagy ez is jobb lesz, úgyhogy nyilván volt egy nagyon jó háttér már ekkor is mögöttem, ugye uh -huh. ezen is így túllendüljek. Abszolút. Neked azok közül a srácok közül jó, nagyon kicsi voltál, 8 éves, akkor beteg lettél. De van még kapcsolat, akik annak idején a pajtásaid voltak, mielőtt beteg lettél volna? Igen, igen, egyébként van, hál' Istennek. Az egyik speciál a szomszédunk, szomszédom. Mondjuk most már kint dolgozik Németország, úgyhogy ritkában találkozunk, de ilyen három havonta azon, akkor mindig mindig találkozunk. Mindig meg én is nyilván Pesten élek, magadok berendezkedve, hogyha ő hazajön, akkor én is biztos, hogy hazamegyek, és akkor biztos, hogy találkozunk. És neked megvan ez a kapcsolatod, de ebből a svájci fiúval valaki beajánlott a papáján? Hát nem túl sűrűn ő is hasonló karriert bekezdett, mint amilyenben én is vagyok. Tehát most nem tudom, szerintem ő öt országban biztos ő is élt, A felesége is egyébként, és a uh -huh. ezt dolgozik, a felesége is, úgyhogy ők a maguk karrierét indították el, úgyhogy így, igazából így expatként azért nehéz. Mm -hmm. ezeket a hosszú távú kapcsolatokat mélyen megőrizni, ehhez mondjuk segít valamennyit a... a az online. A, a, hát az online, így van. Na most ugye azért az ember életében persze nagyon sok múlik azon, hogy, hogy ki mit szeretne elérni. De hát fontos az, hogy azért az másoknak is fontos legyen. És hogyha már ez egy amerikai történetet, akkor nyilvánvalóan ott az elsődlegesek az üzleti szempontok. És nagyon érdekes, hogy hogy hogyan gondolkodnak rólunk adott esetben emberek. Még, még, lehet, hogy nem is tudjuk, hogy mások hogy gondolkodnak, vagy milyen szempontok alapján hoznak döntést mások az életünkkel kapcsolatosan. Hallgassunk bele a következő részben, ami még egyszer mondom, nagyon amerikai e, story, sztori, de tulajdonképpen nagyon röviden és nagyon leegyszerűsítve azért ezt a szituációt megmutatja. Ugyan, mégis miért tenném meg? Láttad a papírokat? Bredok meccsének híre megdobta a lapok példányszámát. Tudod, az emberek szentimentálisak, legalábbis egy jó részük. Miért kéne, hogy érdekeljen? Még mindig dühös vagy, mert Braddock legyőzte Griffint. Megértem, nagy csapás lehetett rengeteg embernek, igen. De figyelj, nézd, több selejtezőt is szervezel, hogy ki legyen Max Bear ellenfele a júniusi bajnoki döntőben. John Harry Louis, ő a kettes számú esélyeset. Egyszer már legyőzte Braddockot friszkóban, igaz? Na hát, mondjuk állítsd oda Jimet újra Louis ellen. Ha Louis nyer, azzal elég tételt veszel Jimen, Louis pedig minőségi jegyzést kap. A sajtó is csak vele foglalkozik, és mi történik? Te több pénzt kaszálsz. Ha, ha, ha. nos vegyünk egy másik esetet. Ha valami kiszámíthatatlan véletlen folytán, istenne, hogy Bredok megveri Louis-t, akkor egy szentimentális kedvenc marad alul, lesz kivel szemben, és mi történik, megint több pénzt kaszálsz. James, akárhogy is gazdagabb lehetsz Bradokkal, mint nélküle. Ugyan már, ne hülyéskedj, mindketten tudjuk, miről szól ez az egész. Hogy nem az öklözésről, az biztos. Cirkuszba illő a dumád. Mit felelsz? Hát nem tudom, hogy mennyit változott a világ. Mert hát a, sport, az élsport, az, az show business a mai napig is, nem? Abszolút. Kicsit humánosabb talán, de hogy ennyire nem nyers? Vagy Amerikával lehet, hogy még mindig ennyire nyers? Amerikával szerintem nagyon számít, nagyon így így élik meg. Hát, hogy az amerikai foci ott van, ugye a baseball ott van, ez, ez abszolút ilyen, illetve hát az olimpia is, ugye a média jogokból, éltet, a média közvetítésekből szerintem. Mm -hmm. Abszolút lehet azt mondani, hogy azért pénz a pénz sport. Igen, hát most ugye mi nyilván a felszínt, tehát mi nem látjuk például, hogy a Milák Kristóf esete az mondjuk a szponzorainál, meg a szövetségnél mekkora sírásrívást váltott ki nem, ha kiváltott, de nem tudom, mi történt az ajtók mögött. De az ember belegondol abba, hogy a sajtó csak arról szólt, hogy mi lesz így a milákkal az olimpián, eljut-e vagy nem jut -e el. De vajon a szponzorok szobáiban mi történt? Te mit szólnál hozzá, hogyha van egy olimpiai bajnokod, aki esélyes a következő olimpiai bajnoknak is, te vagy a, a az olimpiai, te, te, vagy a szponzora, fölépíted rá a marketingedet, a mindenedet, stb. És akkor egyszer csak a srác eltűnik. Hát akkor, hogyha általában a cégek, amikor megcsinálják ezeket a szerződéseket, akkor ott nagyon konkrét pontok vannak leírva. Azért, mert ez az üzletnek a része. Tehát ugye. Tehát a biztos, hogy világnál látnánk, a megtérülés, ez nagyon fontos. Hogy És a szponzor tudta, hogy ez beedzett valahol? Hát ha, hát ha igen, az más tudnám, kérdés. Ő igen. Ő hát, hát nem biztos, ugye nem, nem vagyok benne ebben egyáltalán, de, de az tény, hogy ha ugye nagyon sok szerződés megszűnt már, ilyen szponzori szerződés azért, mert valaki nem tartotta be a pontokat, és ugye ez azért veszélyes dolog, mert hogyha az ember egy, vagy egy, egy vállalat egy embert szponzorál, akkor az az hez nagyon sokat tud hozzátenni, vagy abból nagyon sokat lerontani. És ezért ez egy nagyon veszélyes dolog, mert egy sportolót, hogyha valaki támogat, akkor egyrészt az eredmény, de másik pedig az eredményhez való út. Tehát, hogy hogy lehet ezt az eredményt fölépíteni, hogy adott esetben annak a vállalatnak mondjuk a termékeink keresztül az, hogy, kell, hogy használja ez a sportol, és hogy tudja ezt az eredményt elérni, és ez az, ami motiválja a fogyasztókat. Tehát lehet ez egy sportszergyártól, lehet ez egy élelmiszeripari cég, bármilyen, és hogyha ott valami szakadás van, akkor azért az a vállalat a szponzornak az imidzséhez is hozzájárulhat mondjuk olyan módon, amit nem szeretnél. Szóval ez egy, egy nagyon érdekes összetett kérdés. Igen, nagyon pénz irányította. Jó, hát vannak persze olyanok is, akik jótékonyságból, vagy csak saját meggondolásukból, és semmiféle megtérülést nem várva szponzorálnak, de ezért ez nagyon ellenyésző szerintem. Jó, csak ahogy mondod, azért ez egy ö, ö, nagyon dupla vagy semmi játszma, nem? Tehát, hogyha tényleg olimpiai bajnok lesz, akkor hurrá, de hogyha megfullad az előfutam közben, akkor, akkor nagyon nagy baj van. Igen. Volt egyszer egy régebbi olimpián egy sportolónővel, aki tudja, tudja, aki nem, azt már nem akarom újra előrángatni, de lényeg az, hogy, hát, hogy egy sampon reklám volt. És a, hát nagyon nem sikerült az olimpia versenyzőnek, de az olimpia után egy héttel még mindig ment a reklám, hogy ő a készül az olimpiára, és nagyon samponozza a haját, miközben hmm. mindenki tudta, hogy rettenetes kudarc volt az olimpia. Tehát az, mondjuk az egy külön marketing hiba volt, hogy hogy nem vették le azt a reklámot az a televízióból. Két, hát nem, mert ki volt fizetve. Hát, na, jó, de ez, 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 Csak visszaütött. Hát, hát, egy kicsit igen, Én ugye igen. leépítette a, a brandet. Szóval ez egy, ez egy, nem tudom, hogy, a, hogy, ilyen szempontból a szponzorok mekkora nyomást helyezhetnek egy, egy versenyzőre. Nem tudom, hogy neked például van-e személyes szponzorod, Péter, aki valamilyen nyomást nyilván gyakorol, valamit elvár. Hát van egyébként, hát most hál' Istennek nem lett belőle baj, nyilván meg tudtuk beszélni, de hát ugye jött ez a sérülés, most van egy más sérülés, most már kezdek kőni belőle hónap múlva lesz az Európa Bajnokság, Szegeden ott remélem tudok indulni, de Szegedi vb nem tudtam indulni, ami most volt május 6-án, és ők ugye arra nagyon készültek, hogy oda lejönnek, szurkolnak, nyilván fotó, hogy ott voltak, tehát nem tudtam indulni a sérülés miatt, úgyhogy ez, ez nyilván ez egy nagy kiesés volt mindenkinek marketing szempontból, de hát nyilván az olimpiára, vagy hát a paralimpiára gyúrunk, úgyhogy ez még így belefér, de hát ez abszolút jelen van, igen. De akkor ezeket egy nyomás, nem? Tehát, hogy, ahogy az előző olimpián indultál könnyűsérüléssel, most lehet, hogy megint két ellen leszel indulni, mert oké, okay, a VB-t benyelik, az EB-t már nem biztos, de a paralimpiát azt meg pláne nem. Hát meg, hogy megyünk előre az időbe, ugye kevesebb idő van a gyógyulásra, ugye a formát is időzíteni kell. Hát nem mondom, hogy nem stresszesek a mindennapok, de hát, de hát ez a élsportoló feladat, hogy ezt kezelni tudja. <coughs> van a, -e? ennek a fajta stressznek van egy másik nyomása, ugye ebben a filmben konkrétan arról van szó, hogy hát végül is ugye eljut, eljut ez a Bredok nevű ember odáig, hogy egy Max Baer nevű sráccal boxoljon, csak ez a, erről a Max Baerről mindenki tudja, hogy ellene már ketten meghaltak a ringben, és hát vele kéne boxolni, és hát erről szól ez a következő kis bejátszás, hogy hát azért ez nem egyszerűen csak egy sportesemény. Azt hiszed, újat mondtál? Azzal, hogy a box veszélyes, vagy ilyesmi. A tripla műszakban, vagy az éjszakai járványozásban ugyanúgy bele lehet halni. Hányan haltak meg csak a minap, akik spórolásból kartonházakban élnek? Hogy etetni tudják a családjukat, mert az olyanok, mint ti, még nem igazán jöttek rá, hogyan húzhatnának sápot abból, hogy ő meghal. Az én szakmámban, mert nekem ez hivatás. Nagyobb a szerencsém. Erről ennyit. Ma este itt vacsoráztok. Feleségestől én fizetem. Majd készül néhány fotó is. Ha mégis meggondolnád magad. Legalább a hírveréssel ne legyen. Teljes, menjünk. Na most ez ugye azért érdekes szituáció, mert uh, itt tudja, hogy, hogy az ellenfél milyen minőségű. De hát ugye, főleg a 70-es, 80-as, 90-es évek eleje, ott azért nagyon komoly doppingolás ment. Tehát ott gyakorlatilag a sportolók az eredményért és az egzisztenciáért gyakorlatilag Mérgezték magukat, és ugye tudunk olyan sportolókat, akik fiatalon meg is haltak, vagy például ugye az amerikai futballban vagy a jégkorunkban az agyrázkódás, és pontosan tudják, hogy benne van a, a, a pakliban. Erről mit, mit gondoltok? És nyilván a kajakenú is egy, egy dopingérzékeny sporták, hiszen fizikai teljesítményről szól, és nyilván benne van a pakliban, meg az állandó ellenőrzések, stb. De hol a határ? Hát igen, ugye nyilván én ebbe nagyon benne vagyok. Hál' is ennek így a paralimpián, parasportolók talán annyira nem doppingolnak, annyira nincs jelen. Ez a szer, szerrel való teljesítményfokozás, de, de hát nyilván nagyon sűrűn vizsgálnak engem és főleg így paralimpia előtt, utána is akár havonta kétszer is simán jönnek, és akkor random mintát vesznek, úgyhogy nagyon-nagyon át van fésülve ez a szegmes. Most például a magyar doping szervezet azt tudja, hogy te itt vagy? Ugye neked is van egy ilyen állami hollét. Így jelent, van, így van, tehát, nem kell. most ez hát a hát hátra hát... lévő pár perc, csak nem nyitják ránk az ajtót, azonnal a dísi, ilyen itt valaki. <gül> <gül> nem, hál' Istennek nem, nyilván az edzéseket adom meg, mint rendszeres tevékenység. De ezt nem kell megadni, hogy most itt vagyok, nem, 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 nyilván, nem, csak az edzés? Nem, éjszakai szálláshelyt kell, azon felül kell egy órát, ahol megtalálnak nyilván az éjszakai szálláshelyen, illetve edzéseken. Látogathatnak még, amit meg vannak adva. Ja értem, akkor megnyugodt. Meg, meg. <gül> Igen, <gül> Nem megyen. lesz itt semmilyen. <laughs> A bizniszben mennyi, az üzletéletben mennyi idézőjelben vett dopping van, vagy lehet? Vagy... Hát ö, nem nagyon ismerek senkit, aki lövi magát. Hát nem, nem, nem. Hát Egyébként azért, hogy a, ahogy mondjuk, és stresszes helyzetben, Igen, amikor Igen. 12 óra van, és határidő van, és nem jön az eredményes mit tudom én, akkor azért az biztos, hogy. Hát maximum szanaksot benyomják. De egyébként ugye stressz az van, természetesen, de azért a teljesítményfokozás, mint olyan, ott inkább az ellenkezőjét kell csinálni. Én azt gondolom, hogy azért így az üzleti életben a stressz az ott van, de az így a saját magad föl tuningolása az, az nem annyira működik, mint egy sportban. Meg eleve ugye az van, hogy itt nem csúcs teljesítményre kell törekedni egy bizonyos időszakra, négy, mint mondjuk egy egyszer, olimpia, igen. Igen, hanem, hanem itt folyamatosan naponta kell szállítani, és nem, verseny, nem olyan verseny van, hogy mondjuk egy, valamilyen regatta, vagy valamilyen megmérettetés, hanem ott minden nap bizonyos fajta tevékenységeket kell elvégezni. Ami nálatok a vada, az nálatok mondjuk a NAV vagy a gazdaság. Igen, a igen, 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 de az igen. más. Hát a creative accounting az nem számít bele a, a doping vagy. Na, végül is létrejön ez a, a mérkőzés, és hallgassuk meg az utolsó részletet, amit kivettünk ebből a, a filmben, filmből. Ugye a világ, ez egy világban címmeccs ellen az rettenetes ember ellen, és hát előtte beszél a feleségével. A támogatásom nélkül nem tudsz győzni. Erre próbáltam célhozni. Kezdek megsejteni valamit abból, hogy miért boxolsz. Szóval te csak ne felejtsd el, hogy ki vagy. Te vagy a bergeni boldog. És a New Jersey-ek büszkesége. Benned van mindenki reménye. A gyerekeidnek te vagy a hős. És végül az én szívemnek vagy az örök bajnoka, James J. Braddock. Azért ezek nagyon erős mondatok, hogy te vagy mindenki ha, 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 ha Hogy tegyünk mások vállára terhet nevű tanfolyam első alkalmával, ezt gyakorlatilag akár taníthatják is, és aztán ez béníthat, vagy, vagy adhat-e igazán nagy erőt. Te például szereted, ha ilyeneket mondanak neked, Péter, vagy, vagy hagyjanak békén? Hát változó. Nyilván, mikor az élsportolói énemet élem meg, akkor nyilván motivál, mert, mert sokszor megkapom, hogy példakép vagyok. Ugye a mozgássavítóba, ahol jártam, ott, ott, nagyon fölnéznek rám a gyerekek, szeretnének elkezdeni sportolni, sokan kajakozni, ugye így miattam, úgyhogy ez nyilván egy nagyon jó érzés, de hát nyilván... De mikor... megkapod? De a szemedben mondják, hogy te gyere, te vagy mindenki reménye, te tudsz nekik adni abszolút, példát. Abszolút, ott a felnőttek, tanárok, mindenki mondja, hogy Hát a, a, Pistike megint rólad beszélt, és hogy ajde szeretnek ajakozni, és hogy remélő, hogy összejön neki. És azt téged spanol, földob? Persze, persze. Nem, nem, fe, nem, feltétlen persze, van, aki nyoma hát, ez nyomaszt. Van, aki nem Ezért mondom, hogy kettős, mert nyilván, amikor, amikor olyan a hangulatom, akkor nagyon, de nyilván, amikor a fiatalok életét élném, és egy picit ugye visszavonulnék ugye a nagy rivalda fényből, akkor nyilván egy kicsit, hogy példaképnek kell lenni, akkor is. Tehát azért az, e, az, az is kérdezem, mert, a, mert a, ugyanebben a stúdióban a, a Márton Anna, a kardozó, azt mondta, hogy sokáig nem szerette a csapatot, és mondom, hogy nem szeretted, hogy, hogy a többieken is múlik, hogy, hogy milyen sikeres lesz a csapat? Azt mondja, nem, ő azt nem szerette, hogy ő felelős a többiekért, uh -huh. hogy ő nem hibázhat. Na ez hogy engem... ne rajtam újra, Igen. tehát ő pont a fo... az ellentétét Igen. látta a dolog. Na ez engem pont spanol, tehát hogy nyilván kajakozom, és egyesbe evezek, de én, én úszásba a szerettem a legjobban. Uh -huh. én, én voltam a befejező, és, és, és nem tudom, akkor 120%-on teljesítette. Sokkal uh -huh. jobban mentem, mint, mint amikor egyesbe úszta. Jó, hát akkor ne számítunk a... rá az eb n is, az olimpiát. <laughs> jó, igen, Jó, igen, felelős vagyok. Gondolj, minket magad mögé. Igen, csak ott vagyunk. Igen, de, a tűzik de, a magad neked, neked is ismerni kell, nem? Tehát azért egy vezető azt is bevállalja. Hogy, hogy gyerünk akkor együtt, és gyertek utánam, és akkor, ha velem jöttök, akkor az rendben lesz, és jó lesz. Tehát a, az üzeneteidnek ez a lényege, hogy higgyenek benned az emberek, hogy jöjjenek utána. Tehát Igen. te vagy a felelős, egy csomó ember, nem tudom most hány, mit mond a három ezred? Igen. Na, hát azért, ha úgy, te, úgy hát mondhatja valaki a szemedbe, hogy, Noszek Péter, te vagy a felelős azért, hogy az a három ezer család, az rendben legyen. Hát azért az nem kis teher, ne? nem? Nem teher, de én azt gondolom, hogy próbálunk egy demokratikus céget csinálni, de hogyha tényleg mondjuk véleménykülönbség van, akkor a végső döntést nekem kell hozni. Hmm. Valamiért kineveztek abba a pozícióba, ahol vagyok, tehát ez felelősséggel jár, és ezt gyakorolni is kell. Ezzel és ezt a is bírod? Probléma. Én szeretem, igen. Va Valószínűleg szóval ezért vagy alkalmas vezető, mert ezt, ezt is bírod. Igen, igen, hmm. igen. Hát annyi van, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy az emberben ne alakuljon ki egy olyan ego, hogy te mindent tudsz. Hmm. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy, nyitott legyél arra, hogy kapjál visszajelzést, hogy megkérdezed a többieket. Mondjuk az üzlet azért az más, mint a sport. Mm. Egyébként az az érdekes, hogy én is, ugye tenisz az egyéni csapat, vagy egyéni sport, de én a csapatbajnokságot nagyon szerettem, és főleg amikor már idősebb voltam, és csak úgy kettelésből, mert ugye az van, hogy ha, ha te nyersz, akkor a többieknek is könnyebb, ha véletlenül nem, akkor meg még mindig ott vannak a többiek, akik ki tudnak segíteni. De mind a kettőnek a pozitív oldalát Hát én mindig mindennek igen. a pozitív oldalát. Igen, igen, igen. Hát egy negatív dolog van, hogy lejárt a beszélgetésünk ideje, de ezért meg én vagyok felelős. Ezt a terhet, ezt a nyomást meg nekem kell elvinni. De nagyon élveztem. Nagyon szépen köszönöm Noszek Péternek és Kis Péter Pálnak. És hát akkor Hajrá, örülök, hogy itt voltatok, és örülök annak is, hogy önök követték ezt a beszélgetést, ez volt tehát a favorit, a BOM Alapítvány és a Menedzser Szövetség közös podcastja. Keressék a további epizódokat is, viszontlátásra!